Mindnyáján tudjuk, hogy mire való egy Q7-es Audi, de mivel sem rokkantparkoló, sem pedig elpusztítani való autópálya belső sáv nincs a közelben, ezért inkább azt nézzük meg, hogy milyen vele a hétköznapi élet. Dolog egy 12 000 lakosú város, ami hát főleg így egy esős szombat délelőttön mind autóba ül, és lemegy a Mária utcába, hogy megvegye a szombati ebédhez a hozzávalókat. Csak hát ugye a Mária utcát közel sem erre találták ki, ennél fogva egy kicsit tömeg van. Tehát annak ellenére, hogy a Q7 mekkora hatalmas disznó, egészen ügyesen elbalettozik. Ilyen közegben is. És főleg az ilyen pár kilométer per órás gurulgatásoknál rendkívül kellemetlen az, hogy a start-stop sokszor még gurulás közben leállítja az autót, amihez hozzátartozik a váltó rossz reakció ideje, hogyha egyesben kell megindulni, emiatt az autó kellemetlenül bólogat, és hát persze ki lehetne kapcsolni a start-stopot, de én úgy vagyok vele, hogy ezt a funkciót valószínűleg okkal tették bele, és nem könnyítem meg a saját életemet azzal, hogy kikapcsolom, hiszen akkor nem próbálnánk ki rendesen az autót. És hogyha az ember végzett a bevásárlással, akkor nincs más dolga, mint hogy kinyitja az autóját, és mivel természetesen nagy és nehéz dolgokat vett, amiket egy nagy és nehéz autóba magasra kéne bepakolni, semmi más dolga nincs, mint hogy megnyomja a térdej le elefánt gombot. És ilyenkor a hátsó légrugók leengednek, ezzel az autónak ez a küszöb része alacsonyabbra kerül, nem kell olyan magasra rakni a bevásárlást. És ugyanitt még egy picit érdemes méltatni az Audi csomaghatároló rendszerét is, aminek az a dolga, hogyha mi ide bepakolunk, akkor az ne csúszkáljon el, ne kavarodjon össze. 850 liter, valamivel több mint 850 liter a csomagtér, hogyha a leghátsó harmadik üléssor nincs felállítva, de hogyha még a második üléssort is ledöntjük, akkor már több mint 2 köbméterünk van. Ja, és amúgy azért is jók a mindenféle csomagrögzítők, amik itt tologathatók, mozgathatók, játszhatunk velük, mert amikor az autó 4,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra, akkor itt nem keletkezik anarchia. Egy ilyen hideg, taknyos, kellemetlen őszi napon nincs is jobb, mint belebújni egy ilyen meleg motortérbe, már pedig meleg az van benne, mert ez egy 4 literes V8-as TDI, 3 darab turbófeltöltővel meglélegeztetve. És hát a 3 darab turbófeltöltőből az egy igazából egy elektromos kompresszor, ez azért jó, mert mindössze 250 millisekundum alatt felépít 0,3 bar töltőnyomást. Nem tűnik ez soknak, de ismét csak a légszállítás a lényeg, ezért van az, hogy az autó ezres fordulattól 900 Nm teker ki magából, felfoghatatlanul sok. Eleve, hogyha az ember abba belegondol, hogy áll így az alapjárat ilyen 650-700 környékén, a tű éppen csak átlendül az ezres fordulatszámon, és ott a 900 Nm. Emellett van 2 hagyományos turbófeltöltő, egy aktív és egy passzív. Az aktív az alsó fordulatszámtartományokban együtt dolgozik az elektromos kompresszorral, a passzív viszont akkor lép működésbe, hogyha terheljük az autót. Ez egy 32 szelepes V8-as, amiből alapesetben csak 24 szelep működik, vagyis a kipufogó szelepek felét egész egyszerűen nem használják. Viszont, hogyha szükség van a passzív feltöltőre, akkor úgy állítják a szelepvezérlést, hogy az a 8 kipufogó szelep is elkezd működni, és az ebből kiáramló kipufogó gáz megy el a nagy turbóhoz, és kapjuk meg a nagy teljesítményt, amire szükség van,
435 lóerőt, ami egy dízelmotorból ilyen irdatlan nyomaték mellett egészen felfoghatatlan érték. Természetesen az elektromos kompresszor kivételével minden a két henger sor között van. Nem lennék a helyébe annak a szerelőnek, aki ezt 10 év múlva megpróbálja életben tartani, amúgy valahol itt van lent az elektromos kompresszor, aminek mellesleg volt egy olyan hozadéka is, hogy ezt már az autó 12 voltos fedélzeti rendszere nem volt képes ellátni, ezért egy 48 voltos rendszerre volt szükség. Ennek az akkumulátora ott van a hátsó ülések alatt, és a 12 voltos rendszer ugyanúgy megvan, de az csak a kényelmi és fedélzeti elektronikákat működteti. Ennek az autónak ebben a formában vége. Nem lesz többé SQ7 és nem lesz többé V8-as dízel. Ugye ez a motor megfordult a Panamerában, a Bentley Bentaygában, építették a Volkswagen Touaregbe, az Audi A8-asba, és ebben a legerősebb kiépítésében, ha villanykompresszorral megtámogatva, csak az SQ7-ben szerepelt, ebben sem sokáig. Évvégén kivezetik, megszűnik a gyártása, tehát aki még be akar tározni belőle, az húzzon bele. És hát beszéltem egy mérnökkel, aki azt mondta, hogy szerinte ez a dízel technika csúcsa. Tehát azzal, hogy betartják a környezetvédelmi normákat, bár azért a Volkswagen koncernről beszélünk, hát azzal, hogy betartják a környezetvédelmi normákat, és minden ma ismert motorépítési technikát bevetnek, ennél messzebb dízelmotorral teljesítmény, fogyasztás, károsanyag kibocsátás terén nem lehet jutni. Úgyhogy jó, hogy ezt megtapasztalhatjuk, de igazából jó, hogy vége. A fő kérdés tehát az, hogy miért vesz valaki ilyen autót egyáltalán, mi szükség van az SQ7-re? Ugye a Q7 mellett azért nem nehéz indokokat hozni. Egy szükség esetén 7 személyes, hatalmas kombi, ami légrugókkal ringatózik, elég jól arrébb megy, és hát egy Audi-sal jól összerakott autó. Igazából megértem, aki Q7-et vásárol, habár én inkább A6 kombit vennék, hiszen az mégiscsak személyautószerű személyautó. Viszont az SQ7 az elég sok mindent elvesz ebből a fajta jóságból. Eleve ott vannak a hatalmas kerekek, és hiába a több kamrás légrugó, ez az autó bizony zötyög, ráz, hiába simítja 2400 kilóval az aszfaltot, ez az autó egy picit dobál. El tudom képzelni, hogy a tükörsima német utakon ez egy nem létező probléma, de itthon bizony valami elveszik abból a méltóság teljes hajókázásból. Sőt, elég sok elveszik abból a méltóság teljes hajókázásból. Viszont amit nem tudnak a hagyományos Q7-esek, az az elképesztő tűzerő. És hiába van ott az SQ7 nevében az S, a sportosság ebben a régióban máshogy értelmezhető. Itt nem attól vagyunk sportosak, hogy nyélen fordulunk, hogy rövid féktávot veszünk. Itt a sportosság az az, amikor az ember felszabadul az autópályára, vagy egy üres, egyenes útra, és gurul mondjuk 80-nal, 90-nel. Aztán, amikor kinéz, feltisztul a forgalom, visszagangol, mondjuk úgy, hogy ilyen 2500-3000 környékén legyen a fordulatszám, és beletiporja a hosszú pedált a szőnyegbe. Mert olyankor aztán egy annyira kifogyhatatlan kútból merít erőt, hogy olyat más nem tud. És tényleg nem tud. Ugye a BMW már jó rég leállt ezzel a 8 hengeres dízelmotor témával, inkább a 3 literes sorhatosokra rak egyre több turbót. A Mercedesnek szintén egy ideje már nincs ilyen motorja, miért is kéne? Mindenre, amire épésszel szükség lehet, azt tudja egy 3 literes, megfelelően feltöltött dízel. Ellenben ezt az egészen brutális, korlátok nélküli megindulást, az csak a 4 liter tudja. Így, hogy tulajdonképpen 3 turbó fújja, azt hiszem nincs ellenfele a kategóriában. Illetve hát, de az RSQ8. Amiben egy 4 literes biturbó benzinmotor van. De hát a dízel az ugye másról szól. Arról, hogyha arról van szó, és szolidan közlekedünk vele, akkor el lehet vele járni 7,5 literrel, tehát közel 1000 kilométert megy egy húzamban. Nagyon furcsa ebbe belegondolni, de az ember az SQ7-ben ma talán komolyabb technikát kap, mint mondjuk egy R8-as Audi-ban. Kezdetnek itt van a már
eleget taglalt motor, ami ma talán a világ legfejlettebb turbodízel motorja. Ennél följebb nem valószínű, hogy lesz a műfajban. Aztán vannak több kamrás légrugóink, amivel áltoztatható a feszesség és a magasság, valamint aktív stabrúdjaink vannak, amiket középen ketté választottak, tettek rá egy villanymotort egy bolygóművel, és hogyha megbillen a kaszni, akkor a beállításoktól függően ellen tud neki dolgozni, hogy ez a csöpség úgy álljon a kanyarban, mint Katiban a gyerek. Aztán, ahogy tovább megyünk hátra, nem fogynak el a kütyük. Nyilván van sportdifink, hát hiszen mi kell egy hobbi terepjáróba sportdifferenciálmű, ez nem az az összeakaszgatós, sárban elakadós, mindenhonnan kimászós. Nem, ez azért van, hogyha kanyarba letiporjuk, akkor úgy forduljon el, mintha egy nagy kész felülről befordítaná. Aztán, még mindig nincs vége. Itt hátul két kipufogó végünk van, pontosan kétszer kettő, amiből az egyik kamu, a másik viszont valódi, tényleg jönnek ki rajta meleg gázok. De, hát ugye nagyon meg van folytva ez a motorhang tekintetében, hiszen ott van rajta egy Rahedli turbó, ott vannak rajta mindenféle utókezelők, itt hátul nagyjából úgy szól, mint egy 2 literes dízel, sehogy. De beraktak két hatalmas bödönt, amiben membránokat rezgetnek, kvázi hangszórók, amivel összetudnak neki hozni egy ilyen jó kis röfögős V8 hangot. Hát... itt tart a világ, az embereknek kell a színház, nem elég, hogy amúgy el lehet vele húzni egy hegyet, szóljon is elég parasztul. Most pedig jöjjön a legkeményebb kihívás, ami valaha érhet egy ilyen városi terepjárót, ez pedig a szűk parkolóház. Hajrá! Amikor megépítették a kolosi téri parkolóházunkat, csak azt az egy dolgot nem vették figyelembe, hogy valaha emberek fogják használni autókkal. De szerencsére a Q7 az meglepően mozgékony, így a valamivel több mint 5 méteres hossza ellenére. Ami hát leginkább azért van, mert van benne egy aktív összkerék kormányzás, ami alacsony sebességnél az első kerekekkel ellentétes irányba fordítja a kerekeket, míg nagy tempónál, azokkal megegyezően, de kisebb szögben. Ez azzal jár, hogy amikor manőverezni kell egy ilyen parkolóházban, akkor a fordulókörünk mindössze 11,4 méter. Csak hogy viszonyítani tudjunk, a kortárs 8-as Golf fordulóköre 10,9, vagyis alig fél méterrel kevesebb, holott az autó 2 egész mérettel kisebb. És ez valójában zseniális. Az első autóm egy Civo Diesel 3-as Golf volt, meglehetősen fapados felszereltséggel. Biztos vagyok benne, hogy annak a középkonzolján kevesebb gomb volt, mint a Q7-esnek a csomagtartójában. Elve ugye itt van az elektromosan előadható, majd eltüntethető vonóhorog. Aztán itt van a süllyesztő és az emelő gomb, amivel a nehéz dolgok bepakolását könnyíthetjük meg azzal, hogy leengedjük az autó hátulját. De még, hogy az ember ne erőltesse meg magát, innen tudjuk lecsukni a harmadik üléssornak az üléseit. És az benne a jó, hogy nem csak lecsukni lehet, nem csak egy rugó old ki, aztán ledobja. Nem! Vissza is állíthatjuk. És az Audinál azért érzik az ergonómiát nem kicsit, úgyhogy ezek a gombok ott a lábtérnél is megtalálhatóak, tehát hogyha valaki szállna be hátulról, és netán az ülések le vannak hajtva, akkor nem kell megtennie ezt a másfél méteres utat a csomagtartóig, hanem onnan is kinyithatja. Ugye azt megszokhattuk, hogy egy ilyen Q7-es méretű autóban elől terpeszkedni lehet, a középső sorban is hatalmas a hely, viszont ezt az autót kifejezetten sokan veszik meg azért, mert hogy van benne harmadik üléssor, ezáltal 7 személyes. Most ez az alibi harmadik üléssorok világában egy kifejezetten jól sikerült darab, tehát én ide be tudok úgy ülni, hogy a térdem nem ütközik neki a háttámlának, miközben az itt ülő lába sem ér bele a sofőrülésbe. A probléma viszont az, hogy magas a padló, tehát az én térdem is magasra kerül, és a lábam már eléggé alácsúszik az ülésnek, mondjuk, hogyha cipő lenne rajtam, most ugye zokniba vagyok, hogy ne cseszem össze az autót, szóval, hogyha cipő lenne rajtam, akkor itt beszorulna, és az kellemetlen. Mindenek ellenére azt gondolom, hogy igen, bevállalnék vele mondjuk egy Bécs oda-visszát,
de mondjuk Szibenikbe már nem biztos, hogy elindulnék itt hátul, tehát inkább gyerekeknek van, és azonból is kisebb gyerekek. Viszont van itt egy komoly probléma. Hiába a komoly technika, az autó egyszerűen nem tud elindulni kereszteződésnél. Az ember odagurul, kinéz, hogy nem jön senki, eltekeri a kormányt, majd gázt ad. És a motor fel is pörög, viszont az elindulás és a gázadás között érezhető spét van, idő telik el. Ami azért probléma, mert az ember megretten, hogy jaj, nem megy az autó, és ezért még nagyobb gázt ad. Viszont amikor végre összezár a lokáb és az autó megmozdul, akkor nagyon megmozdul, hiszen ahogy arról szó volt, erő az bizony van benne. Ez a kis késés nem azért van, mert ne tudna elindulni, hogyha akarna, hiszen hogyha véletlen behúzva hagyjuk rajta a kéziféket, akkor is elrántja a nohabot, viszont be kell tartani bizonyos környezetvédelmi előírásokat. A probléma az, hogy amikor az autó álló helyzetből indul, a motor működése egész egyszerűen nem hatékony, nem tudja megfelelően elégetni az üzemanyagot, ezért inkább úgy programozzák fel a váltót, olyan váltókiosztást használnak, amivel egy kis késéssel indul meg az autó, így a befecskendezett üzemanyag tisztában tud elégni, viszont az erő nem megy át olyan hatékonyan. Nagyon nehéz bármit mondani az új Audik belterjéről, ugye a nagy hosszmotoros Audik, A8, A6, Q7, mind ugyanúgy néz ki. Van egy nagy monolit itt, van keresztbe egy nagy monolit itt fent, és esetleg azt variálják, hogy ez itt fa legyen, szálcsiszolt alumínium vagy karbon, de alapvetően mindegy is. Az ember szemét úgyis az a hatalmas zongoralak felület vonza, ami itt van, illetve a zongoralak felület által összeszedett eszméletlen mennyiségű dzsuba, zsíros új lenyomatok, por, annak ellenére, hogy én nagyjából összesen úgy 4 órát töltöttem ebben az autóban. Ez még csak úgy az ember szemének fáj, viszont ami tényleg problémát okoz, hogy ez egy nem jól kezelhető rendszer. Tehát itt alul vannak az eszenciális dolgok, tehát fűtés, légkondi, ülésfűtés, ülésszellőztetés, masszázs és hasonlók. De annyi minden van rajta, hogy az ember akármit akar csinálni, le kell nézni és keresgetni kell. Nem olyan, hogy megszoktam, hogy itt van a gomb, akkor lenyúlok. Folyamatosan ezt a szart nézzük, hogyha valamit akarunk csinálni az autón, ami biztonságtechnikai szempontból nagyon nem jó. És hát nem egy különösebben jó kijelző ez, tehát mondjuk megnyomom az ülést, és érezhető másodpercek telnek el, mire megjelenik ez a menü, hogy masszírozás. A masszázs amúgy nagyon jól működik az autóban, és ez most ilyen eléggé gazdag ember problémájának tűnhet, de hát akkor is ez egy első generációs androidos telefonon jobban működött az operációs rendszer. Ettől függetlenül az Audis léleknek valószínűleg erre van szüksége, ezeket az autókat szeretik, de összességében az a baj, hogy a luxust ennyire a kütyű fölül megközelíteni szerintem nem szabad. Ezt azért egy S-merci vagy akár egy 7-es BMW is lényegesen jobban csinálja. Mint a legtöbb luxusautóban, az SQ7-ben is rom állítható a beltérvilágítás, állítható a színek, állítható a fényerősség tetszés szerint, a háttérvilágítás, a kontúrvilágítás, minden. Nekem a kedvencem ez a synthwave hangulatú kombó, olyan nagyon 80-as évek, de az ember tényleg tetszőleges kombinációt beállíthat magának a szivárvány minden színében, csak aztán vigyázzon, duródóra meg ne jelenjen a darálóval. És ha már itt ez a szép, rendkívül igényesen bevilágított beltér, akkor nem feledkezhetünk meg az indításgátló utólag bekendácsolt ledjéről, ami csak úgy hányaveti módon kiáll a két igényesen vallott bőrredő közül, de legalább 120 bpm-mel villog, ráadásul a színét is változtatja, csak azért, hogy az ember, amikor éjszaka vezet, ne tudjon másra figyelni. És most megnézzük, hogy milyen a természetes élőhelyén, azaz az autópályán. Szerintem nem lesz vele rossz utazni. És itt talált magára a Q7, az autópályán. Itt
teljesen jó a légrugók hangolása, nem zötyög, nem fájnak a nagy kerekek, hiszen sima az aszfalt. Beállítottam 130-ra a tempomatot, bekapcsoltam az ülésmasszást, és utazok, de olyan magárepülősen, és ezt nagyon jól tudja. Igazából az ember csak egyetlen dolgon gondolkodik el, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha mondjuk most egy A6 méretű autóban ülne, és még egy picit kisebb lenne a szélzaj, még egy kicsit dinamikusabb lenne, és úgy összességében nem 2,5 tonnányi acélt vinne magával. De hát ebben a ligában ezek nehezen értelmezhető kérdések, ez nem erről szól. Igazából megvan a bája annak, hogy az emberre jön egy szépen bőrözött nappali, csak egy picit felesleges. Ettől függetlenül ezzel az autóval addig mennék, amíg el nem fogy a kontinentális talapzat. Tényleg. Egyszerűen döbbenetes, hogy mennyire kisimult, mennyire jók a vezetéstámogató rendszerek, nincs pingpongozás, nincs akadozás, ez szépen megy és tartja, és nincs probléma. Azért, amikor egy ilyen menetre kerül sor, oké, most csak Kecskemétre megyünk, ami alig 100 km, az ember rájön, hogy miért szeretik ezeket az autókat hosszú távú utazásra használni. Hogyha már itt szóba került ez a 7 személyesség, akkor szerencsére itt van egy Rahedli mérnök hallgató, úgyhogy most kipróbáljuk, hogy tényleg beférünk-e heten. Igen, na jó, hát akkor basszát. Jó lesz. Jó, már jó, mikor lesz. Majdnem esére. Nyugi, csak az első alkalom fáj. Na, hogy elfértek, nem? Nem. Nem? Fel van húzva a téma. Hát mondjuk számoljunk fejenként mondjuk 80 kilóval, az mennyi? 560 kiló? Elég menézi. Az autó az 2400 kiló, tehát karcoljuk a 3 tonnát. Yeah. Az nehezebb, mint a Mercivito, amelyel jöttünk, és abban is heten utaztunk. Mekkora az esélye amúgy, hogy az Audinál helyezkedtek el? Hát most helyezkedtek el. Hát az Audi Sportnál nagyobb, mert oda például szívesen mennék, a sima Audihoz oda például nem szívesen mennék. Azt mondom, 5000-nél váltja el. Az egy Porsche Cayman, meg egy Golf kombi, vagy egy Passat kombi, ha nem annyira extrázott fel, és akkor még mindig két rohadt jó autód van. Igen. Két különböző jó. Vagy öt szuper B. Prioritások helyén. Öt szuper B. Egy Fonda. Akkor vagy fétésem van a szuper. Számoljátok át használt Twingo-ra. Használt Twingo. Imádom a Twingo. Amúgy én is. Életem legfélelmetesebb autója a Twingo. Persze tudod, vélem is kocsit, akkor jól vagyunk. Sárga futóra, ugye elő. Az SQ7-re nincs szüksége a világnak. Ez egy olyan autó, amire a tulajdonos egójának van szüksége. Legalábbis engem senki nem fog meggyőzni, hogy a Q7 kevésbé jó autó attól, hogy mondjuk egy V6-os dízel van benne. Viszont nyilván az érzelmek szerepet játszanak egy ilyen döntésben. És hogy mennyire? Azt jól mutatja az, hogy jelenleg nem kapható V6-os TDI, nem lehet megrendelni, ugyanis ez a két motor, a V6 és a V8 egy gyártósoron készül. És mivel bejelentették, hogy év végén kivezetik a V8-ast, akkor lett a kereslet, annyira rendelték meg az SQ7-et, hogy egyszerűen lefoglalja a gyártási kapacitást a kisebb motorok elől. Ami hát egyfelől téboly, másfelől valahol érthető, mert azért nagyon jó érzés, ahogy belekenni az embert az ülésbe. Múltkor az 5-hengeres Focus ST-ben éreztem azt, hogy jó érzés egy műszaki szempontból különleges autóban ülni, és tudtam kívánni. Ezt viszont nem tudom kívánni. Egész egyszerűen azért, mert nem tudom magammal tenni az SQ7 tulajdonló életszemléletet. Nekem az a fajta image, amit az autó sugároz, hogy legyőzhetetlen vagyok, hogy mindent eltaposok, hogy gázadásra magam alá rántom a horizontot, az egyszerűen nem imponál, hanem sokkal inkább megrémít. Tegyük fel, hogy mondjuk van egy kényelmes V6-os dízelem, egy kombi A6-os Audiban, ezerszer jobban tudnék rá vágyni, mint erre a hidroglóbuszra.
Ettől függetlenül leborulok előtte, mert hogy ez így tud működni, és hogy ezt így össze tudták hozni, az egy elképesztően komoly fegyvertény. De egy kicsit úgy érzem, sosem leszek elég nagy ember az SQ7 tulajdonláshoz. Sőt, inkább remélem, hogy nem leszek elég nagy ember az SQ7 tulajdonláshoz.